Ezt a robotot Cruisernek hívják, és már évek óta az Óbudai Egyetem családtagja. Így fogalmazott az egyetem mérnök informatikai karának egyik hallgatója, aki több társával fejlesztett programot a robot működési rendszerébe. Bárki, aki felvételt nyer a Neumann János informatikai karra, csatlakozhat ehhez a kutatási projekthez, és lehetősége van további szoftverek írására, illetve a robot fejlesztésére. Többfajta felhasználási módja lehet amúgy a robotnak, de például a mi fejlesztésünk, meg a kollégámnak a fejlesztése az az volt, hogy a Raptornek a zenéjére azt a tipikus koreográfiát tudja, és most jelenleg most egy kicsit butítottabb verzióban látható itt a kiállításon, de például a Fade It című számra a alapkeretrendszer lehetővé teszi, itt megkérdezi a robot, hogy ő szeretne elkezdeni táncolni, és hogy adjunk neki egy kis teret igazából. A felvételünkön bemutatkozó cross-autószerű csodamasinát a Kandó Kálmán kar hallgatói építették, és a speciális működését is ők alakították ki. A hidrogénnek tüzelőanyag cellán keresztül hajtjuk meg azt az elektromos motort. A jármű háromféle meghajtással működik, levegővel, hidrogénnel vagy árammal egy akkumulátorról. Az energiatakarékosság, valamint a fenntarthatóság jegyében alkották meg az egyetem hallgatói. A kutatók éjszakáján nem csak a technológia szerelmesei, hanem a könnyűipari rend érdeklődőknek is kínált programot az Óbudai Egyetem. Textilkalandban vehettek részt, és megismerkedhettek a lúgos és savaském hatások működésével. Felde Imre elmondta, hogy a kutatók éjszakáján szeptember utolsó péntekén Európa szerte bemutatkoznak a különböző kutatóintézetek és egyetemek. Az Óbudai Egyetem elsődleges célja, hogy szó szerint kézzelfoghatóan mutassa be, mire irányulnak a kutatásai. A kutató ugyanolyan ember, mint mi, csak marha érdekes dolgokkal foglalkozik. A biológia, a más természettudományok, az életterületen túl természettudományok, akár az informatika, a mérnökség területen. Tehát az a célunk, hogy megmutassuk azt, hogy a kutatók mivel foglalkoznak, milyen izgalmas olyan dolgokkal, amik aztán az élet minden területére bemásznak. Kezdve a lézerekkel, folytatva a hidrogén meghajtású autókkal, vagy a mesterséges intelligenciával. Az elmúlt évekhez hasonlóan a rendezvény kezdetén főként gyerekek próbálták ki a kiállított eszközöket vagy játékokat. Katona Zoltán is családjával érkezett a kutatók éjszakájára, ahol minden évben megfordul. Korábban ő maga is az Óbudai Egyetem hallgatója volt, és szerette volna, ha a gyermekei látják azt, hogy mivel foglalkoznak az egyetem mai tanulói. Tavaly az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a vulkánokról szerzett izgalmas ismereteket a gyermekeivel együtt. Úgy gondoltam, idén hozzuk ide őket, mert itt olyan dolgokat láthatnak, ami jobban érdekli őket, akár ilyen fiatalon is, ők 5 és 7 évesek. Itt a robotoktól el voltak varázsolva teljesen. A múltkor néztük az internet segítségével a Forte modellt, tehát annak is nagyon örültek, úgyhogy mindenféle technikai dologra nyitottak, és igyekszem őket e felé trenírozni. A folyamatos bemutatók mellett minden órában több előadást tartottak az Óbudai Egyetem kutatói olyan témákban, mint a ChatGPT magyar fejlesztési eredményei, a technostressz és a cyberbullying fogalma, vagy a mesterséges intelligencia szerepe a rákkutatásban.